Sziasztok! Ahogy említettük a bevezetőben, ma szeretnénk egy kicsit beszélgetni arról, hogy optikai kábeleket miben és hogyan végzettessünk kültéren. Kültéren jellemzően két irányból szoktunk kábelt, kábellel megérkezni, levegőből, illetve földalól. Kezdjük a levegőből. Ha levegőből jöttök, akkor Kimondottan légkábelekre szánt megoldás az OBP S8 és S8W termékcsalád. Bár említettük előző videónkban, hogy ezek beltéri és alkalmazhatóak, ezek valójában kültéri lefedő léges házatokhoz tervezett dobozok. Az OBP S8-ban maximum 36 szállat tudtok kifejteni, és 9 darab SC szimplex tudtok elhelyezni, az S8 w ben pedig akár 72 szállat tudtok kötni, és akár 18 SC Simplex toldónak van hely. A káv, mivel ez egy kültéri IP54-es védelemmel rendelkező doboz, így természetesen csak alulról tudok a kábelekkel beállni, de bármelyik kábelt a gumi halangokon átvezetve belül van hely, hogy meg is fogjátok, akár az a központi merevítőt, akár hogyha e, dobkábelekről beszélünk, akkor csak panduit szalagokkal e, akartok rögzíteni, mindig, mindig, mindig ott van a dedikált hely. Az OVPS8 szerelvény közvetlenül földakható falra vagy oszlopra, úgy van kialakítva maga a szerelvény, hogy metszalagnak ott vannak a fülek, tehát át tudjátok vezetni, és természetesen át is lehet fúrni, meg vannak a kikönnyítések, hogy fődakjátok egy téglafalra, sőt a kartondoboz sablonként is szolgál ennek a műveletnek a minél gyorsabb és minél kényelmesebb elvégzéséhez. Amennyiben ezt szeretnétek az oszlopra úgy elhelyezni, hogy el akarjátok tartani az oszloptól, vagy kábeltartalékot is szeretnétek ö, ö, köré elhelyezni, ezekhez is megvannak a saját gyári szerelvények. Amennyiben ez a szál mennyiség nem elég, akkor a jól bevált régi FB8000-es sorozat lesz az, amelyik segítséget szolgál. Az FB8000-es termékcsalád alkalmazható oszlopon is, alkalmazható aknában is, sőt, nagyon akarjátok, közvetlen földbe is elásható. Ez egy IP68-as védelme rendelkező szerelvény, de azért ez már jó régi konstrukció, és nyugodt szívvel egyenes kötések alkalmazására javaslom. A kis testvér 144, a nagy testvér pedig 288 szál kapacitásra rendelkezik. Ha nagyon szeretnétek, elhelyezhető benne tartó is, de szerintem arra jobb megoldás lesz az ennél sokkal szofisztikáltabb, bár lassan már az is 5 éves Fibrin által kifejlesztett FOBP termékcsalád. Az FOBP, ahogy említettem, szintén alkalmas légkábelek bevezetésére, de akár aknában, vagy közben földbe fektetve is használható. Amennyiben maradunk az oszlopnál, és arra szeretnék felszerelni, ugyanúgy vannak fülei, hogy metszalaggal közvetlenül tudjátok rögzíteni egy oszlopon, de ehhez is létezik kábeltartalék ellátott, akár oszloptól eltartó, akár nem eltartó szerelvény. Ami az FOBP termékcsalád nagy előnye, az az, hogy hát akár mondhatnánk modulárisnak is. Nagy a szórás, hogy mégis abba az uborkába mi legyen belül. V... Nézzük először őket mondjuk a méreteket tekintve. Létezik az egyes és a 2-es sorozat minden konfigurációból. Az egyes a 144, a kettes pedig 288 szál maximális kapacitásra rendelkezik. Nézzük őket akkor belső kialakítás szempontjából. Van a sima FOBP, illetve az FOBP R termékcsalád. Az R az a Reserve-ből kapta a betűjelölését, van benne egy dedikált hely, hogy a szál tartalékainkat ott gyűjtjük föl azoknak, akik ezt nem a szeretnék elvégezni ami a kábelbevezetést illeti, is megkülönböztetjük mindegyik megoldást, ott pedig a T és az M betűk azok a kulcsszavaink, amiket jól kell megválogatnunk. A T az csak zsugócsős bevezetéseket fog nekünk nyújtani, négy darabot a gerinc egy oválportot és nyolc darabot a drop kábeleinknek. Az M megoldás viszont a négy gerinc és az oválport mellett lecserélve a 8 darab dropkábeles rugacsos bevezetést, két tömszelencének a kap helyet, amiben saját magatok tudják kiválogatni, hogy milyen méretű kábelek és mennyit fogtok bevezetni, és annak megfelelően tudtok választani megfelelő tömszelencét, természetesen akár utólag is. A belső kialakítástól nagyon fontos megjegyezni, hogy mindegyik megoldásban van dedikált hely. A pászmák eltartalékolásában van, van, amelyikben van helyünk hogy elhelyezzünk egy 116 16-os is, hiszen a kisebbeket akár gazatákban is le tudjátok helyezni. Illetve nagyon sok különböző kiegészítővel szerelhetők. Ilyen például a szelep, a földelőpont, vagy aktafalára felszerelhető konzol, amiről egy mozdulattal le tudjátok emelni, és vissza tudjátok kényelmesen rakni. Érdemes ezt megnézegetni. Belinkeljük a gyártónak a dedikált honlapját is ez alá. Egy nagyon-nagyon elterjedt és közkedvelt típus egy kicsit, hát ha nem is kakuk nevezném, de más megoldás, az úgynevezett távközési bálványok. A távközési bálvány régóta létezik, kötöttek benne régen. Részkábeleket, koaxot, különböző kialakításban vannak, voltak és lesznek is. Nagy előnyük, hogy ahol csak passzív kábel osztás lesz, ami esetben most már optika, oda felesleges lerakni regszekrényeket, kültéri szekrényeket, amik nagyon drágák és nagyon nagyok. A fibrének az FDH sorozatú, kimondottan távközési oszlop portfólió nagyon széles. Attól függően, hogy hány szállat vagy hány toldót akartok benne elhelyezni, melyik belső kialakítás a legmegfelelőbb számotokra, nagyon nagy választék van, érdemes körbenéznetek, és kiválaszthatok a számotokra legmegfelelőbbet. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!